Kedves nézőink, IASZ verseny zajlott vasárnap a parkerdőben, a következőben erről láthatnak egy összeállítást. Vadász IASZ verseny tartott a Terep IASZ Egyesület Ajka. A Molnár Gábor parkerdőben május 10-én 3D-s célpontokra lőttek a versenyzők. Mennyiben más ez, mint a hagyományos terepverseny? Terepversenyen ilyen polifom táblákra kihelyezett lőlapokra lőnek a versenyzők, itt pedig állatalakokra. Hát az állatoknak az élethű, életnagyságú másaira lényegében, és vadászatot utánozza ez a verseny. A figurákat az erdőbe helyezték el. Mennyire volt nehéz ezeket megtalálni? Hát a pálya ki van szalagozva, meg a lőállások helye kikarózva, de az állatot nyilván a versenyzőnek meg kell találni, hogy hol van kitéve, meg kell találni az állaton azt a zónát, ami ugye a pont szám szerint a legjobb. 10-es a maximális találat, ami ugye a halálos lövést jelent, a 8-as a sebzés, és az 5-ös, amikor csak így az állatnak, hát a más test részét találja, ami nyilván nem halálos, csak gyengébb sebzést jelent. A parkerdőnek a terepe az mennyire nehéz? Mekkora a szintemelkedés, és hány kilométert kell a versenyzőknek megtenniük? A pályahossza az körülbelül olyan 3 kilométer lehet, de nagyon erős szintkülönbségek vannak közte. Hát nem kimondott a hegymászás, de azért vannak benne olyan részek, ahol bizony lehet kapaszkodni. Ezt a versenyzők közül legtöbben szeretik, akik ide járnak. Hát van, aki nem annyira, ő meg hát nem jár ide. Hány versenyző mérő össze a tudását a mai nap folyamán? A mai versenyken 70-en vesznek részt az Egyesület tagjaival együtt, tehát őket is beleértve 70-en. Ők az ország szinte minden részéből jöttek. Több egyesület képviselteti magát ezen a versenyen. Melyik egyesületek és honnan jöttek ők? Jöttek például Pápáról, Veszprémből, a közeliek, Alsóőrsről, Keszthely, Szombathelyről jöttek, még Zalaegerszegről, Budapestről, Somogy megyéből is vannak, tudtommal, Paksról. Hát a Dunántúlról is, de az Alföldről is vannak néhányan. Ők hogy értesültek a versenyről? Hát a versenyünk a MISZ, a Magyar IASZ Szövetség által engedélyezett verseny. Hát a Magyar IASZ Szövetségnek van honlapja, amin ugye ezeket a versenyeket meghirdetik, nyilvántartják, és erről tudnak tájékozódni. Hát valamint az egyesületeknek szoktunk küldeni meghívókat is. Hát értesítjük őket még ezen kívül mi is a versenyeinkről. Milyen íjjal lehetett benevezni a mai versenyre? Hát a versenykiírásban ugye szerepel az íjaknak a kategóriája, mi kategóriáknak hívjuk ezeket, ugye van a csúcskategóriás íjak, tulajdonképpen a csigás íjak, amiknél a felszereltségtől függően még kategóriákra van bontva. Aztán vannak berbó íjak, ezek csupasz íjat jelent, ami egy olimpiai reflex íj, de nincs rajta irányzék. Aztán vadász reflex íjakkal lehetett még nevezni. Ezen kívül a tradicionális íjakkal, az úgynevezett történelmi íjakkal, magyar íjak, török, tatár, egyéb ilyen történelmi íjak rekonstrukcióival versenyeznek. A versenyzők többsége milyen íjat használ? Hát ez végül is két nagy tábor van. Ugye ez az egyik, ez a technikai jellegű, ők a csigások, meg a tradicionális íjászok. A tradicionális íjászat az utóbbi időben nagyon népszerűsödik Magyarországon, hál' Istennek. Hát ahogy látom, járunk versenyekre, egyre többen vannak olyanok, akik úgynevezett magyar íjakkal lőnek. És ez nagyon jó, mert viszonylag olcsók, tehát könnyen elérhetők bárki számára, és tulajdonképpen ugyanazt az élményt nyújtják, mint egy drága íjjal való versenyzés. Az egyesületnek jelenleg hány tagja van, és ők milyen korúak? 15-en vagyunk jelenleg, ők jó részt felnőtt korúak, néhány fiatal felnőtt korú is van köztük, illetve egy gyerekkorú versenyzőnk van most jelen pillanatban.
Kit várnak a tagjai sorába, és mik a jelentkezés feltételei? Hát bárki tagja lehet az egyesületnek, aki elfogadja az egyesület célkitűzéseit. Tulajdonképpen az egyesület az íjászat népszerűsítésére törekszik, illetve íjászversenyeket szervezünk, ezeken veszünk részt mások versenyein. Bárki íjászat iránt érdeklődött, szívesen várunk. Milyen gyakran tartanak edzéseket, és a következő versenyük hol lesz? Hetente tartunk edzéseket. Most, amikor jó idő van, így tavasztól őszig itt a parkerdőben szoktunk edzéseket tartani. Téli viszonylagban meg a Ajkarendeki iskolának a tornatermét béreljük, és ott vasárnaponként szokott edzésünk lenni. Délelőtti órákban 10 órától, 10 órai kezdettel szokott ez. Teremi versenyekre is járnak, vagy csak terepen? Szoktunk járni terem versenyekre is, és magunk is szoktunk szervezni. Itt Ajkán a Fekete István iskola torna termébe szoktunk. Hát itt téli időszakban, amikor nincs más lehetőség, akkor szívesen veszik az íjászok az ilyen lehetőségeket. Következő verseny mikor és hol lesz? Az egyesület által rendezett verseny július 26-án lesz itt, szintén ugyanitt. Ez egy ilyen felkészülési verseny lesz. Lesz Magyarországon, Gödöllőn az idén, augusztusban egy VB, és tulajdonképpen a VB előtt egy ilyen felkészülési versenynek szánjuk ezt a júliusit, meg majd egy később időpontban ősszel, késő ősszel, tél elejé lesz még egy. Kik a legsikeresebb versenyzőik, és milyen eredményekkel büszkélkedhetnek? Hát Kalász Csaba, ő is sok versenyt nyert, tehát így most nem tudom részletezni, de vannak neki érmei bőségesen. Csigás, Szkópos irányzékkal, Csobá József, vadász kategóriába versenyező is, nagyon sok versenyen vesz részt, és eredményeket is ért el. A fiam, ifiként Kapocsi Gergely, ő volt országos bajnokságon harmadik helyezett. De a többiek is jó versenyzők, hát azt lehet mondani, hogy ilyen a felső kategóriába tartozó versenyzők ezek mind.